Ugye az előbbiekben a legelső előadásban tetszettek hallani az órásoktatásnak a kezdetét. Én nekem jutott az a feladat, hogy a 63-tól napjainkig tartó órásoktatási témát elmondjam. Igazából, amit az előbbiekben is hallották, kicsit visszaemlékezve, ugye kezdtünk a Huba utcába, amikor az órás szakmának a úgymond utolsó 50 éve zavartalanabb volt, mint az előző. Tehát itt az órás szakmában egy óriási előrelépés volt, hogy nem vándorórások voltunk, hanem bizonyos lehetőségek szerint ugye helyhez kötöttünk. Későbbiekben ugye átkerültünk a jelenlegi helyünkre, a Práter utca 31-be. Ez az épületünk jelenleg. Alapvetően azt kell itt emlékeztetőnek mondanom, hogy ez csak a visszatérés volt az előző előadásra. Ugye ki kell hangsúlyoznom az egész beszédem alapján, hogy az elmúlt 50 évben azért sikerült nagyobb eredményeket elérjünk, mert amint a szövegbe tetszenek is olvasni, olyan vezetőink voltak, akik felkarolták az órás szakmát, magukénak érezték, és így könnyebben tudtunk boldogulni. Hálával tartozunk Szeglédi Mihály igazgatónknak, aki hosszú évekig volt iskolánk igazgatója, majd szintén hosszú ide, egy rövidebb ideig a Kincses Lajosné volt az igazgatónk, majd az utolsó években egyfolytában Mózes Tamás igazgató volt, aki igen szép pályafutást tud maga mögött, többek között kiváló igazgatónak is nevezték. Jelen pillanatban, mint ahogy az előbb is mondtam, alapvető dolog az, hogy olyan lehetőségünk vannak, hogy biztosítva van a háttérünk. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy olyan oktatók vannak, akik olyan főnökeink vannak, akik ezt lehetővé teszik. De nem csak az igazgatóság, hanem a igazgató helyettesek is minden esetben támogattak minket. Itt a faszsorokban is üdvözlöm a Pósa tanárurat és Gyózik tanárurat, aki nagy segítséget nyújtott továbbban is a órásoktatás terén. Jelenleg új felállásban vagyunk, és igazgatónőnk is, akiket szintén itt tisztelettel üdvözölhetek a nézőközönség között. Ugye alapvetően azt kell mondanunk, hogy az órásoktatásnál az elmúlt időszakban a szöveget tetszenek látni, tehát az alapvető célunk az volt, hogy megtartsuk a alapokat. És ahogy tetszenek látni, az elmúlt 50 év alapján ezt azért elég jól megoldhattuk. A elmúlt időszakban itt tetszenek látni a szövegben, itt túl sokat nem kell hozzáfűzniek. Az külön érdekesség volt, ami az első eladásban is elhangzott, hogy az órásoktatást két éves időszakban ugye érettségizettként is lehetett megtanulni. Ennek a vidéki órásoktatásnak a végső folyamata az volt, amikor a vidéki órástanulókat hozzánk küldték úgynevezett beszámítható oktatásra. Alapvetően azt kell tisztázzuk, hogy óriási különbség van országok órásoktatása között, így Magyarországon is. Alapvető gondunk nekünk általában az, hogy mi olyan környezetben élünk, ahol az órásoktatás egészen más variációban kell végezni, mint máshelyen. Ugyan az elmúlt 50 évben is voltak egyes időszakok, amikor gondunk voltak az iskolai oktatás terén, ez elsősorban a központi irányításnak köszönhető. Szerencsére, mint ahogy említettem, az iskola vezetősége ezeket a különböző átszervezéseket úgy oldotta meg, hogy
tulajdonképpen minket órásokat nem is nagyon kellett ezzel különösebb gondot okozni. Itt ugye röviden összefoglaljuk azt, hogy a órásoktatásnak milyen különböző fázisai voltak az elmúlt időszakban. Ugye azt már megszokhattuk, hogy a oktatás területén különböző reformok, meg különböző oktatási variációk egymás után követik egymást. Hát ebből mi órások is elég sokat átéltünk. Itt többféle központi irányítást próbáltak megvalósítani. Hát ezeket igyekeztünk mindig valahogy áthidalni, és úgy megoldani, hogy gyakorlatilag maradjon az órás szakmának az oktatása hagyományos szinten. Napjainkban is, ugye itt az előzőkben is elhangzott már, hogy igazából az órás oktatással, amióta megszűntek a nagyvállalatok, tetszenek látni egymás után felsorolva ezeket, a vállalatok nem nagyon foglalkoznak órás oktatással, tehát azok a szakemberek, akik eddig a különböző tanulmányokba tudták elsajátítani a szakmát, ezeknek a lehetősége megszűnt. Az újabb változásoknak az eredményeképpen föl kellett készüljön szakiskolánk az új rendszerű oktatási formákra. Ennek érdekében a jelenlegi Prázer utcai épületünknek a udvarát tetszenek látni, ahol több szakma, úgynevezett kézműves szakma oktatása történik. Mivel ugye a különböző rendelkezések alapján a vállalatoknál megszűnt a gyakorlati képzés, ezért nekünk át kellett állni a gyakorlati képzésnek az oktatására is, ami persze nem zökkenőmentesen történt, hiszen olyan rövid idő állt rendelkezésünkre a gyakorlati oktatásnak a megtanítására, hogy ez végső fokon a hosszabb távon nem megoldható volt. Ezért különböző variációkat próbáltunk ki. A tanterminket modernizáltuk, ez egy ilyen úgynevezett Jolly Joker tanterem, hiszen egy helyen tudjuk tanítani az elméleti oktatást és a gyakorlati oktatást. A legutolsó nagy csapás ért minket akkor, amikor a állami szervek meghatározták, hogy kis csoportban nem indítatunk órás képzést. Ennek érdekében ugye kitalálták a különböző ilyen újabb óraterveket, de hát ha most beletetszenek gondolni, hogy ha ezt meg kéne valósítsuk, akkor milyen problémák lennének, ha csak az utolsó számot eltetszenek olvasni, hogy hány gyakorlati órát kellene tartsunk az iskolába, hát ez megvalósíthatatlan. Persze erre gyakorlatilag nincs is szükség, de már magára az egész rendszerre sincs, hiszen azóta már megváltozott. Sőt, ugye az elkövetkező időszakban még számtalan sok változás is történik. Itt valójában azt kell tisztázzuk, hogy az elmúlt 50 évben intézetünkben 750 tanuló kapott szakmunkás bizonyítványt, akik természetesen, mint hogy későbbiekben majd kitérek rá, az alapszakmát tanulták meg, és amit aztán későbbiekben a szakmai gyakorlaton kell bebizonyítsák, hogy milyen alapokra tudták építeni a tudásukat. Mint hogy tetszenek látni, jelen pillanatban csak elméleti oktatással tudunk foglalkozni. Ennek következtében a felnőtt képzési tanfolyamoknál csak olyan hallgatókat igyekszünk beiskolázni, akiknek megvan a megfelelő gyakorlati hátterük, tehát családi kötődésük, mondjuk az édesapjuk vagy nagyapjuk órás, mert azoknál biztosítva látjuk, hogy a gyakorlatot el fogják tudni sajátítani, viszont az elméleti oktatásban hihetetlen sokféle lehetőséget tudunk biztosítani. Sajnos ugye az órás szakmának, ami ugye az egyik legszebb szakma, azért vannak árnyoldala is. Szomorúan kell elmondanom, hogy ugye az új vizsgabizottsági rendszer szerint a vizsgabizottság elnöke profi. Ez nagyon jó, hogy profi, mert igazából a gazdasági és számszaki dolgokat priván el tudja intézni. Viszont ugye azért engedhessék meg, hogy egy szomorú tényt is elmondjak. Én még büszke vagyok arra, hogy az én szakmunkás bizonyítványomat olyan személyek írták alá,
mint amit itt az előzőkben is tetszettek hallani, akik kimondottan órás mesterek voltak, és nagy tudással rendelkeztek, és büszke vagyok arra, hogy ők írták el az én szakmunkás bizonyítványomat. Na most csak azért kell megjegyeznem, mert amikor ebben az évben szakmunkás bizonyítványt osztottunk ki, tehát a szóbeli vizsgán, a profi elnök, bár 50 év alatt minden esetben én fölkészítettem a hallgatókat, hogy az eredményhirdetésnél ugye ünneplővel jelenjenek meg és tiszteljék meg a szakmát, akkor ez az igazán tisztelt profi elnök ugye halásznadrágba jött fel a vizsgabizottságon a ünnepélyes vizsga bizonyítványok átadására. Valójában többféleképpen szemlélhetjük az órásoktatást. Magyarország egész különleges helyzetben az órásoktatás terén, hiszen mi egy olyan földrajzi helyzetben vagyunk, ahol egészen más kultúra szerint kell javítsuk az órát, mint másoknál. Itt most egy korszakot tudnánk váltani, hiszen alapvetően, amikor egy órának a javításához Magyarországon hozzákezdünk, akkor mi általában a régi hagyományos rendszer szerint próbáljuk ezt megtenni. Ez nem így van, mert a világon számtalan helyen olyan megoldásokat alkalmaznak, amelynek eredményeképpen a egy adott óratípusnak a javítására hihetetlen dokumentációt, hihetetlen lehetőséget biztosítanak annak az elvégzésére. Szeretném itt bemutatni, hogy jelen pillanatban tananyagunkban szerepel egy ilyen zsebórának a javítása, amit ugye ha kívülről megnézünk, akkor egyszerű zsebórának látunk. Jelen pillanatban egy fantázia márka névvel szerepel. Na most ugye ezt a, kinyitjuk az óra hátlapját, majd kinyitjuk a szerkezetét, és be tudjuk azonosítani ennek a mechanikai adatait. Most ezt nagyon könnyen meg tudjuk tenni, mert ha az internetet ugye most már megfelelően mindenki tudja használni, ennek következtében ennek a javítására hihetetlen profi módon föl tudunk készülni. Hozzá kell tegyem, hogy az oktatásunknak az alapja is az a következő, amit itt most szeretnék bemutatni, hogy milyen mélységig lehet egy órát egy megfelelő környezettel és megfelelő technikai adottságokkal elvégezni. Tehát amikor egy ilyen órának a javításához hozzákezdünk, akkor ugye a következő lesz a feladatunk, hogy meghatározzuk a szerkezetnek a formájából adódóan annak a két fontos meghatározóját, nevezetesen az itt a kis ilyen bennfoglaló jelben lévő útét, az az úgynevezett típusa, majd a mellette lévő típus számát. Napjainkban ezt az óra szerkezetet már nem ez a gyár gyártja, hanem egy nagyobb cég bekebelezte valójában ezt a gyárat, és most már a típus jele már megváltozott, és most már az úgynevezett ETA típus jele rendelkezik, és ugyanazzal a számmal, de megtetszenek nézni valójában ugyanaz a szerkezet. Ha a cégek nagy óragyártó cégeknek a történetét megnézzük, akkor itt látunk egy ilyen kis táblázatot, amelyben hát igazság szerint meg kell mondani, hogy a nagyhal megette a kis halakat jelszóval, ezt az óragyárat is, amik régen az Unitas óragyár volt, tulajdonképpen bekebelezte ez a nagy cég, az úgynevezett ETA cég, és most már ugyanazokat a szerkezeteket gyártja bizonyos variációkkal, mint amit előzőleg ez az alapgyártó cég készített. Nekem volt egy olyan szerencsém, hogy amikor még ez a gyár úgynevezett Unitas néven szerepelt, akkor itt tanulmányúton vehettem részt. Ez egy kis svájci falu, ahol ez az óragyár létezett. Mondjuk meg kell jegyeznem, hogy olyan érdekes volt, hogy ott ugye azon a téren, azon a területen Svájcnak a Jura részén, ugye mindenki franciául beszél, tőlem azt várták el, hogy én is tudok franciául, mert tudomások szerint Bukarestből jöttem, és ott állítólag mindenki tud franciául. Hosszú időt elett, mire elmagyaráztam, hogy Bukarest és Budapest az más, tehát mi nem tudunk feltétlenül franciául. De alapvetően a svájci órászakmának az alapnyelve igazából a francia. Tehát most bemutatok egy olyan rendszert, hogy egy ilyen órát hogy tudunk könnyen megjavítani. Ezt önök is bármikor megtehetik, és azt a tanulók is megtehetik, ugye vizsgafeladatok is nekik, hogy az internetre fölmennek itt a látható címen, majd lekérik a technikai adatokat. Itt ugye mindenféle adatát megtaláljuk az óra szerkezetnek, nem csak hogy az adatát, hanem a különböző alkatrészeknek a ISO számát, plusz az alkatrészeknek a nevét. A nevével kapcsolatban meg kell jegyezzem, hogy teljesen fölösleges napjainkban tudjuk, hogy egy órán alkatrésznek mi a neve, hiszen van egy ISO száma, amelynek alapján ez tökéletesen beazonosítható. Most miután előhívtuk az internetről, ezt bárki megteheti,
az órának a technikai adatait, akkor ezek után még tovább léphetünk, tehát amikor egy ilyen órának a javításához hozzákezdünk, és ez nálunk tananyagként is szerepel, akkor ugye mi, és ezt későbben is fogom hangsúlyozni, mi az alapszakmát tanítjuk meg, tehát azt mondjuk el, hogy hogy kell egy órát jól megjavítani, és ahhoz történő technikai adatokat, és aztán mindenki a gyakorlatban fogja elsajátítani a különböző megoldásokat. De vannak más megoldások is, amikor a Szovjetunióban voltam tanulmányúton, akkor ott ilyen egyszerű kis ábrákkal tanították az órának a javítás, óraalkatrészeknek a javítását. Tehát látjuk ugye, hogy milyen borzasztó nehezen tudták meghatározni, hogy egyes alkatrészeknél mi a rossz és mi a jó. Hát ami pirosra van keretezve, az a rossz, amelyik a zöld, az a jó. Tehát ez is egy oktatási metódus. Ezt ugye meg lehet tenni akkor, ha csak bizonyos típusú órákat javítunk. Mi általában arra törekszünk Magyarországon, hogy általános képet kapjanak az órajavításból, és ennek következtében mindenki valójában mindenféle órát meg tudjon javítani. Tehát ez egy olyan tankönyvi rész, amit ugye a szovjet óragyárban tanítanak az órásoknak, hogy hogy kell az órát megjavítani. Tehát még egyszer, ami piros, az rossz, ami a zöld, az a jó, tehát csak vizuálisan meg kell nézni. Tehát nekünk föl kell készülni olyan egyszerű műveletekre, és ezt a iskolában nem is hagyjuk ki soha. Ugye, mint ahogy mondtam, mi nekünk van lehetőségünk alkatrész beszerzésre, úgyhogy megveszük az eredeti alkatrészt, de az órásoknak meg kell tanulni a mi oktatási rendszerünkön belül az úgynevezett főműkörű alapismeretet. Erre jó példát szeretnék mutatni, hogy egy órátak, aminek eredetileg ez volt a felhúzó tengelye, és ez volt a felhúzó koronája, most ennek az eredeti tengelyének a beszerzése, ugye, hát igen komoly problémát okoz, még napjainkban is, hiszen hihetetlen sok pénzösszeget kell kifizetni érte, viszont ha megvan a megfelelő tapasztalatunk, akkor tudunk keresni egy alul látható felhúzó tengelyt, aminél ha az illetőnek van arra módja, hogy kézügyesség vagy egy négyszöget meg tud reszelni, akkor ebből a tengelyből, amit alul látunk, bármikor azt a kisebb átmérőjű négyszöget meg tudja reszelni, és ehhez az órához az alkatrészt pótolni tudta. Tehát ez a magyar órásoknak egy külön sajátossága, hogy gyakorlatilag idáig jutottunk. Mint ahogy mutatom is, ugye itt ennek a zsebórának az alkatrészénél is, ugye ez a felhúzó tengely eltűnik valahol ugye, ott a legvékonyabb részén, akkor megtehetjük azt, hogy megrendeljük típus-típus szám szerint. De hát ez belekerül ugye 9 euróba. Most mindent olyan nélkül kereshetünk egy hasonló felhúzó tengelyt, ha ezt szerjánk van, és bizonyos fényűr alapismeretű ismeretünk, akkor ezt mindent olyan nélkül át tudjuk alakítani olyanra, hogy nem kell megfizessük a 9 eurót. Sőt, mondok egy egyszerű példát, van egy Rolex órában egy felhúzó tengely, ami ugye, ha tetszik látni, 17 ezer forintba kerül. Egy magyar órás az oktatás után valójában képes lehet arra, hogy ezt a felhúzó tengelyt egy másik felhúzó tengelyből át tudja alakítani, és ennek következtében a feladatot meg tudja oldani anélkül, hogy meg tudná rendelni ezt a igen drága alkatrészt. Hát, hogy a jövőben mi lesz, azt nem tudhatni, hiszen jelen pillanatban megint oktatási reform előtt állunk, hogy mi lesz 2013-tól, ezt sajnos nem tudjuk előre megmondani. Alapvetően magam részéről megpróbáltam a utánpótlást biztosítani. A fiam szintén órás, itt van köztünk, és a lányom is több diplomával rendelkezik, és órásszakmát is elvégezte. Tehát ő már ismeri ezt az úgynevezett oktatási, új oktatási formulákat, amely ugye a kompetencia szempontjából határozza meg az oktatást. Egy másik témára kell rátérjek, hogy sajnos, bár a tantermünk elő is írja, hogy a szakbizonyítványhoz nekünk kell adni bizonyos kereskedelmi ismereteket. Ez a kereskedelmi ismeretek, ez komoly problémát okoz nekünk. Én magam például azért nem foglalkozom óra kereskedelemmel, mert hogy itt tetszenek látni, ezek a problémák igen komolyan jelentkeznek. Ugye ez úgy, valójában most én milyen órát próbáljak meg vásárolni, amelyet nyugodt szívvel tudok ajánlani a vevőhöz. Van nekem egy olyan szakmám, hogy igazságügyi óra szakértő, és ennek következtében számtalan probléma merül fel az óra vásárlással és kereskedelmel kapcsolatban. Ez sajnos én csak akkor érzem, amikor a bírósági tárgyalásra kerül egy sor, bár hozzá kell tegyem, hogyha önök a minőséget javítani szeretnék, akkor ha egy szolgáltatást nem kaptak meg megfelelően, akkor tessék beírni a panaszkönyvbe, elmenni a békéltető testületi tárgyalásra, vagy elmenni jogi útra terelni a dolgot. Biztos, hogy önök lesz ez igaza. Igaz, hogy ez 2 évbe kerül, de hát ha ezt nem teszik, akkor a szolgáltató miért
ne adjon, miért csinálj jó terméket, hogyha egyszer nem kérik rajta számon. Ha esetleg megkérdezik valahol óravásárláskor, vajon fölteszik-e önök ezeket a kérdéseket? Én nem hiszem, hogy ezzel mindenki tisztában van. Én amikor a svájci órás szakiskolába tanultam, akkor ugye a különböző kérdéseket föl kellett tenni, és a válaszokat meg kellett adni. Mai nap folyamán volt egy ilyen, a hét folyamán volt egy ilyen esetem, hogy bejött egy illető, egy hölgy, és azt mondta, hogy ebbe a rúzs tartójában lévő órát javítsam meg. Hát sajnálattal kellett közöljem, hogy sajnos nem tudom megjavítani, mert ez egy olyan szerkezet, amit csak szerkezetet lehet cserélni, de hát kérdezem, hogy mennyire vette a rúzs tartót. Hát többe kerülne az óra javítása, mint maga az egész rúzs tartó. Tehát sajnos el kellett ugye utasítanom a javítást, hát aztán ő is belátta, hogy hát ameddig a rúzs van benne, addig használja, aztán utána már tovább. Különben a igazi kereskedelemről is szeretnék mutatni egy pár példát. Ugye sokan azt mondják, hogy Svájc az óra kereskedelemnek a hazája, meg az óra gyártásnak a hazája. Hát én meg kell mondanom, hogy én elég sokat csalódtam a svájci óraiparban, erre majd még egy pár pillanatra visszatérnék. Ugye az óratulajdonos elsősorban az órának a külsejé alapján ítéli meg, hogy milyen órát vegyen. Na most Svájcban az a szokás, hogy ha az illető megnézte az órát kívülről, akkor megkérdezheti, hogy mi van belül, akkor ezt ugye nem szoktuk kinyitni az órát, hát ha csak nem üvegben van a hátlapja, hanem van egy kis lap, amit megmutatunk neki, és azt mondjuk, hogy kérem, ebbe az órában ez a szerkezet van. Igaz, hogy különböző ilyen árnövelő tényezőket fogunk hozzáadni, nevezetesen ugye az, hogy jenfi pecsét van benne, meg egyebek, amik ugye az óra tulajdonosnak igen komoly dicsőséget jelent, nem beszélve a pénztárcában, mit jelent ez, hiszen ha megteszenek nézni, akkor ennek az órának az ára igen komoly lett. Többek között azért, mert ezt a jelet beletették, bár hozzá kell tenyem, mint órás szakember, ettől még nem lett ez az óra ennyivel jobb. Ugye ennyibe került ez az óra, ugye? Na most a kereskedelemnél egy alapvető probléma van, és ez megint csak a mint a címbe is utaltam erre, a bírósági tárgyalásokon jön ki. Most őszintén szólva, az órás szakmában előállt az a fogyasztói társadalmi probléma, hogy bejön az illető, megveszi az órát, mert azért vette meg ezt az órát, mert az apukájának is volt egy ilyen márkájú órája, és hát hogy azért vesz egy ilyen órát. Most az eladó azt mondta neki, hogy kérem szépen ebbe egy eredeti olyan márkás óra szerkezet van, ami az ő apukájai volt, ugye itt a márkát most nem mutatom. Na most ugye az illető nem tett más, mint fölment az internetre, mert bárkinek joga van, ugye, akinek internet hozzáférése van, és ugye meggondolt, megkérdezte, hogy vajon miért kerül ez az óra ennyibe, mint amit itt tetszenek látni, bár már ott is van egy kis árhézag, amit mondanak, hogy ennyivel olcsóbb. No, lényeg az, hogy mikor fölment az internetre, akkor csomóféle információt talált, hogy mi minden tud ez az óra, például milyen súlya van, hát ez szerintem egy borzasztó fontos dolog. Na mindegy, ettől függetlenül a leglényegesebb dolog az volt, hogy rá volt írva Swiss Made. Na most az illető nem volt rest, tovább ment, és azt mondta, hogy hát előveszem az interneten azt az oldalt, ahol elárulják nekem, hogy milyen szerkezet van benne. És tényleg megtalálta itt a szerkezetet, ott a nyíl is mutatja, majd fölment az internetre, és megnézte, hogy ez a szerkezet ugye valójában ez van benne, és ugye csodálatot tapasztalta, hogy mennyi ennek az ára a szerkezetnek. És ugye a bírósági tárgyaláson megkérdezte a cégnek a képviselőt, hogy tessék már megmondani nekem, hogy hogy lett ebből az óra szerkezetből ilyen márka felirattal ellátott óránál ilyen összegi óra. Tehát ez a vevő szempontjából egy nagyon fogas kérdés volt. Hát a kereskedő ugye különböző okokat hozott föl, hogy miért. Hát a legfontosabb ok az volt, hogy rá volt írva Swiss Made, meg ugye a márkának a visszaélése. Én sajnos ezt kell mondanom, miért kell ezt mondanom? Kérem szépen, mi sokat szapultuk a szovjet óraipart. Én nem találkoztam a szakmai gyakorlatomban olyan órával, aminél az óra szerkezetben ne lett volna beírva egy sorszám, amiről én pontosan tudtam, hogy például ez a 10-es, egy kis doboz, amiben van 10 darab szerkezet, ugye azt mikor ellenőrizték, és ki ellenőrizte személy szerint. Tehát nem találunk két olyan egyforma szovjet órát, amelyikben a sorszám ne lenne beazonosítható. Napjainkban pedig a fogyasztói társadalom olyan órákat forgalmaznak, amiben egyáltalában nincs sorszám. Na most ennek alapján hogy lehet meghatározni, hogy azt egyáltalában mehozták? Hát ez sajnos ugye a kereskedelmi ismeretek témaköréhez hozzátartozik. Ugye ilyen problémákat jelent az is, hogy az órákat hogy nevezzük el. Hát ez egy olyan furcsa dolog, és hát tessék elhinni, hogy azért ez milyen furcsa dolog, amikor így nevezünk egy órát, amikor valójában ez nem más, mint itt tetszenek látni egy
egy mesterségi úton elállított körül ilyen hosszú kvarc kristályrút, hát most ez a kvarc óra, hát az iskolában ugye azt tanuljuk, hogy ez egy kvarc szabályozós óra, ugye, mert igazából azt a kicsi rútba ugye be van építve ez a hangvillalkú kvarc, ami rezeg, tehát ezért nevezzük ezt kvarc órána. Tehát ez egy ilyen jó szöveg, hogy kvarc órája van, sőt, ha hozzáteszem, hogy Swiss made, akkor már az egy csodálatos ár összeget tudunk hozzá csatolni. Hát én szerintem a kvarc óráknak a zöme a napjainkban is ugye ilyen szerkezetekkel készül, bár meg kell mondanom, hogy ezek már ilyen fokas kérdések nekem, mert be se tudom állítani pontos időre, nem beszélve, hogy azért egy óráról én azt várnám el, hogy lássam, hogy mennyi az idő. Mondjuk a bal felső sarokban lévőnél még ki tudom valahogy tapasztalni, mennyi az idő, mert ugye hosszas gumnyomogatás után rájövök, hogy mennyi az idő. De hát én szerintem ez nem óra, de hát ez egy egyéni vélemény, mert szerintem a mechanikus óra az igazi. Én szerintem az ilyen órák erre valók. Van, aki ezzel foglalkozik, hogy ilyen szép műtárgyakat készít a különböző fogyasztói társadalomban előállított óraszerkezetekről. No, viccet félretéve, ugye, amikor a eredeti óragyár volt, amikor a Unitas óra szerkezett, akkor is már az óragyárak arra igyekeztek, hogy olyan különleges megoldásokat hozzanak létre, amelyek bizonyos mértékig megakadályozzák az óra javítását. Tehát a különböző alkatrészeknek a rögzítését úgy oldják meg, hogy az egyáltalában ne lehessen szerelhető. Erre a legjobb példa az, hogy itt látjuk az órának az egyik lelkét, a hajszárugót, amit régente még szét tudtunk szerelni, meg össze tudtunk rakni. Hát arról nem is beszélve, hogy a legtöbben így gondolják, hogy ilyen az óratisztítás, ami ugye egyáltalában nem a legfontosabb dolog, hanem hogy az apró részeiben szét kell szedni az órát, ugye az óratisztításnak. Na most ugye, a mi órások, az órás szakmában is azt tanítjuk, hogy a mi szakmánk, hogy az órás szakma az nem csak az eladásból származik, hanem az olyan óráknak a forgalmazásából ott meg is lehet javítani. Ennek érdekében az olyan órákat szeretjük, ha ilyet hoznak be hozzánk, hiszen ennek minden egyes alkatrészét meg tudjuk javítani. Bár rettegünk attól, amikor különböző mesteremberek nekiállnak, és ennek az órának, ugye, hogy tetszenek látni a javítását, úgy oldotta meg, hogy sietett az óra, és ennek a érdekében a billegőkerékbe beleöntött ilyen sellakot, ugye, mert pecsétvi azt, hogy csökkentse a billegőnek a lengés számát. De még egyszer hozzám kell fűznöm, hogy mi órások azt szeretjük, ha egy óra javítható. Na most egy ilyen alkatrész javítható, mert ebből le lehet szerelni minden egyes részét, de ez ugye igaz, hogy a technikának egy nagy csodája, hogy most már hegesztik a hajszárugónak a végét, de hát ennek ugye csak egyetlen lehetősége van, hogyha ez meghibásodott, akkor újat kell venni, sőt nem csak, hogy új szerkezetet, hanem új órát is kell vásárolni. Még egy nagyon fontos dologra kellett fölhívjuk minden esetben a óra eladóknak a figyelmét, hogy van egy úgynevezett null szerviz, amit az igazi kereskedelemben minden esetben elvégeznek, és ezt ugye mindig el kell mondjuk, hogy egy óránál, hogyha a főcsapágyazást nem olajozunk kellő mértékben, akkor az a főcsapágyazás is kikopik, és ennek következtében, ugye ha ennek a javítása már csak úgy történhet, hogyha veszünk egy új követ és kicseréljük. Tehát ezért van különböző országokban ez úgy megoldva, hogy a null szervizből is megélnek az órások, hiszen amikor már lejárt az olajozási időszak, akkor azt el kell vinni az óráshoz, csak ugye egy óriási probléma van, mert úgy kell elvinni az órát az óráshoz, hogy működik, és úgy kapja az illető vissza, hogy működik. És ez Magyarországon sajnos különböző okok miatt nem működik, hiszen valószínűleg tetszettek ismerni azt a megoldást, hogy valaki a gépkocsijába olajat cseréltet, és akkor ott áll mellett, hogy tényleg kísérlelik-e vagy sem. Tehát egy bizonyos bizalomhiány is van. Tehát igazából napjainkban az órás oktatást úgy kell megoldjuk, hogy különböző kereskedelmi kérdésekre is föl kell készítsük a tanulókat. Valójában a mechanikus óra az igazi, és a magyar órások, amikor az alapokat megtanulták, akkor képesek arra, hogy ilyen órának a alkatrészeit szétszedjék, megjavítsák, összeszereljék, anélkül, hogy lenne különböző mechanikai utasítások hozzá, hiszen az alapokat ismerik, és ennek következtében ezt meg tudják oldani. Ennyit tudtam elmondani az órás oktatásra kapcsolatban. Köszönöm szépen!